általános iskola Újfehértó belvárosában, felújított óvoda a főút mellett. A településen több oktatás-nevelési intézmény működik. 30 éve vagyok óvodapedagógus itt Újfehértón. Itt kezdtem képesítés nélkül, és akkor itt végeztem el a főiskolát, és azóta is itt dolgozom folyamatosan, és hát a sok-sok felcseperedő gyerekünkre büszke vagyok, akik visszatérnek időnként az óvodáinkba. A pedagógusok áldozatos munkáját virággal és anyagilag is elismerték. Az első díjazott az újfehértúi születésű Vámosi Tiborné volt. A nyugdíjas pedagógus a közeljövőben veszi majd át 50 éves aranydiplomáját. 1966-ban kaptam meg a diplomát, ami tanítóképzőbe, az akkori tanítóképzőbe, majd utána elvégeztem a földrajzszakot a főiskolán, és arra vagyok büszke, hogy életemben két munkahelyem volt, az egyik az újfehértói egyes számú iskola, utána pedig a hármas számú iskolába kerültem, és onnan mentem nyugdíjba. A település polgármestere az ünnepségen kiemelte, az oktatás-nevelési intézmények fenntartói, működtetői váltása óta ritka, hogy önkormányzatok szerveznek pedagógus napot, azonban Újfehértón minden évben tartanak ünnepséget. A válveregetésen meg a beszéden túlmenően minden 10-20-30-40 éve a városban dolgozó pedagógus, és itt a bölcsődei dolgozót is beleértem, elismerjük a munkájukat, 10-20-30-40 ezer forint nettó jutalommal is. Tudom, hogy nem nagy összeg, viszont ezt megkapja mindenki, ugyanúgy nemre fajra felekezetre tekintet nélkül, tehát aki elfogadja a meghívásunkat, az önkormányzat ennyi anyagi áldozatot is hoz arra, és nyilván ennek van egy kellemesebb része a végén, amikor kötetlenül azért 2-3 óra hosszát itt maradnak, beszélgetnek, és meghányák vetik a világ sorsát. És én úgy gondolom, hogy ha valamikor, akkor ez most nagyon aktuális. Az újfehértói önkormányzati ünnepségre közel 200 pedagógust hívtak meg.